Erős civil támogatással indulhat a város az Európa Kulturális Fővárosa pályázaton, fogalmazott Badacsonyi nép Bohus Gabriella soros elnök az EGRI civil kerekasztal legutóbbi ülésén. Hozzátette, a pályázatban az épített kincseket veszik alapul, kiemelik a kulturális örökség értékeit. Történelmi múltját egy új arculattal tudja majd a város ezen pályázaton belül megmutatni, hisz itt minden helyben adott, és úgy gondoljuk, hogy ha ez a pályázat sikeres lesz, akkor valójában még többen jönnek abba a városba, ami most is az ország palettáján az első helyet foglalja el a látogatottság szempontjából. A pályázat az előkészítési szakaszban jár, a benyújtási határideje december 20-a. Az ülésre meghívták dr. Szalóci Ilona jogtanácsost, aki Eger esélyegyenlőségi koncepciójának felülvizsgálatáról tartott előadást. Elmondta, a program 5 célcsoporttal foglalkozik: mély szegénységben élőkkel, gyermekekkel, nőkkel, idősekkel és fogyatékos emberekkel. Hozzátette, az esélyegyenlőségi koncepciót 2013-ban az EGRI önkormányzat alkotta jogszabálykötelezés alapján. Ezt két évente felül kell vizsgálni, így idén is esedékes. Eger városában a civilek nagyon aktívan részt vesznek az önkormányzat által kötelezően és önként vállalt feladatok ellátásában. Nagyon sok jó programot és közreműködést köszönhetünk nekik, és ugye ennek az esélyegyenlőségi programnak a megvalósításában nem csak az önkormányzat vesz részt, hanem intézmények, más szervezetek is, de kiemelten a civil szervezetek. Elmondta, fontos, hogy a civil szervezetek azt az értéket, amit képviselnek, a város felé is terjesztik. Hozzátette, amellett, hogy feladatokat látnak el, életet lehelnek Eger kapcsolatrendszerébe, illetve odafigyelnek az ellátás szempontjából legveszélyeztetettebb rétegre, az idősekre.